Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Kedves nézőink, ahogy ígértem, folytatjuk azt a beszélgetést, amelyben a 2020 utáni közös agrárpolitikáról esett szó. Vendégem természetesen ismét Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese. Köszöntöm. Nos, az előző beszélgetésben ott hagytuk abba, hogy ugye amikor arról esett szó, hogy milyen támogatási rendszer várható a következő időben, milyen stratégia mentén valósítható ez meg, hogy a pillérekről kell, hogy beszéljünk, a piaci intézkedésekről, a közvetlen kifizetésekről, a vidékfejlesztési támogatásokról, és mindez hogyan illeszkedik a magyar kormány rendszerébe, illetve a kifizetéseknél ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos. Kezdjük az ágazat specifikus támogatásokkal, én azt javasolnám, mert hogy azt hiszem, hogy ez a termelők piachoz jutását segíti mindenféle értelemben. És nagyon fontos, Magyarország kifejezetten ragaszkodik a termeléshez kötött támogatási lehetőségekhez. Nekünk mindig is az volt a véleményünk, hogy ezekkel a célzott támogatásokkal sokkal jobb eredményeket lehet elérni, mint a termeléstől függetlenített támogatással, amit megértjük, hogy a WTO szabályok miatt van egy ilyen kényszerpálya, hogy gyakorlatilag a támogatások nagyobb részét azt a termeléstől függetlenítve kell kifizetni, de ennek ellenére mi mindig is amellett érveltünk, hogy szeretnénk azt, hogy amennyit lehet a WTO szabályok, amennyire lehetőséget adnak, annyi támogatást szeretnénk terméléshez kötötten kifizetni. A jó hír az, hogy ez a lehetőség megmaradt 2021 után is, tehát 2021 után is ugyanúgy lehet adni majd ezeket a anyatehén, tejelőtehén támogatást, vagy a ültetvényekkel kapcsolatos támogatásokat. Az erre elkölthető pénzbe elég érdekesen, de ez a bizottsági pozíciós papír belenyúl. Ugye azt mondja, hogy eddig 13 plusz 2%-át lehetett a teljes keretnek erre elkölteni. Most ez 10 plusz 2% lesz, amit erre lehet elkölteni. Tehát elvileg 3%-kal csökkentik az így elkölthető pénzt. Viszont ezzel párhuzamosan egy másik oldalon kitérnek arra, hogy lehetőséget adnak, hogy viszont 3%-át a teljes keretnek el lehet olyan piaci intézkedésekre költeni, amik ágazatspecifikusak. Tehát Isten igazából nagyjából ugyanaz a pénzösszeg meg fog maradni, amit ilyen ágazatspecifikus támogatásokra tudunk elkölteni, mint amennyi most van, de itt lesznek olyan új lehetőségek, hogy például, amiben mi fantáziát látunk, de még itt azért a technikai részletek letárgyalására azért több időt kell fordítani, hogy a termelői csoportoknak jobban tudunk támogatást adni, az elismert termelői csoportoknak, hosszabb távon, ha meghatározott céloknak megfelelnek, akkor őket jobban lehet támogatni, majd 2021-et követően, mint a mostani rendszerben. Legyenek kicsik, vagy nagyok? Itt én nem is azt feltétlenül látom, hogy itt a bizottság nem ebben a kicsin, van vélemény hanem erről, a termék, hanem az, hogy ágazatba kell gondolkodni, ágazatban tehát kell. Hogy az ágazatot támogatjuk. Egyébként a kiadott dokumentum nagyon erősen beavatkozik ebbe a kicsi nagy kérdésbe. Erről a múltkori adásban nem beszéltünk, ezt azért itt érdemes elmondani, hogy ennek a reformnak, ami kijött eddig anyaga, a legélesebb kérdése az, hogy az Európai Bizottság egyértelműen állást foglalt amellett, hogy a nagy gazdaságok támogatását korlátozni szeretné. Ez egy nagyon kemény dolog. Ugye már 2013-ban is felmerült ez a kérdés, de 2013-ban még maga a bizottság sem legesen viszonyult hozzá. Az Európai Parlament már akkor kiadott olyan papírokat, ami azt mondta, hogy a nagy gazdaságok támogatását meg kell vágni, és végül az elméleti lehetőséget erre megteremtették. A 28 tagállamból igazából komolyan ezzel egy tagállam élt, Magyarország. Tehát ugye mi már 2014 óta korlátozzuk 1200 hektár fölött a kifizetéseket. Egy pillanat, azért azt tisztázzuk, hogy mi a kicsi és mi a nagy. Hogy aránylik ez Magyarországon? Csak hogy ezt a kérdéskört Igen, ez egy nehéz kérdés, hogy ezt most pontosan hova lőjük be ezeket a határokat. Ezen mindig lehet vitatkozni, mert nagyon sok függ a kultúráról, kertészetről, vagy szántóföldről beszélünk. Az Európai Bizottság ezt a kérdést viszonylag egyszerűen elintézte. Azt mondta, hogy ami 5 hektár alatti, azt tekinti kicsinek, és igazából nem egy hektár számot, hanem egy ilyen
támogatási összeget húzott meg, 100 ezer eurót, ez egyébként nem egy olyan túl magas, ez 30 millió forint évente, és azt mondta, hogy aki 100 ezer eurónál több támogatást kap évente, annak korlátozni szeretné a támogatását. Tehát azt mondta, hogy ne legyen olyan kedvezményezett, aki több mint 100 ezer eurót kap. Azért Magyarországon nagyon sok olyan mezőgazdasági termelő van, aki a különböző közvetlen támogatási jogcímeken 100 ezer eurónál több támogatást kap. És azért itt ez egy érdekes kérdés, hogy ehhez hogyan viszonyunk. A maga a bizottsági anyag egyébként azt mondja, hogy nem szeretné, hogyha emiatt a támogatás korlátozás miatt munkahelyek szűnnének meg, ezért a mezőgazdasági termelő a munkabérre elköltött összegekkel növelheti a saját felső korlátját. Tehát ha ő elkölt 50 ezer eurót munkabérekre, akkor nála a felső korlát az nem 100 ezer euró lesz, hanem 150 ezer euró. Tehát ilyen szempontból beleavatkozik, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon erős és éles kiállás, és vannak olyan országok, ahol ez nagyon komoly feszültséget keltett, ez a javaslat. Én itt nem is feltétlenül Magyarországra gondolok, de például Csehországban kiszámolták, hogy a kifizetett támogatások 85%-át olyan kedve, a 85%-át úgy fizetik ki olyan kedvezményezetteknek, akik beleesnek ebbe a körbe, 100 ezer eurónál többet kapnak. És a cseh mezőgazdaságot alapvetően érintené az, ha egy ilyen típusú korlátot bevezetnének. Tehát ezért ők például nagyon erősen dolgoznak azon, hogy ezt a szabályt megváltoztassák. Jó, tehát elkezdtük ugye az ágazat specifikus gazdálkodást, tehát akkor folytassuk azt hiszem. Igen. A piac az úr. Ugye ezt szögezzük le. Igen. Mindenütt ez így van, amióta világ a világ. A hagyományos termelői attitűdök, tehát azt mondom, hogy búza, kukorica és így tovább, ami egyébként tehát nyilvánvaló, hogy az alapvetés marad mindig mellett, a különlegességet, a mást a gyümölcstermesztésben is miként tudja támogatni ez a rendszer? Itt nyilvánul meg a tagállami szabadság. Tehát itt a rendszer az azt mondja, hogy a tagállam maga hozhat olyan döntéseket, hogy ő mely ágazatokat szeretne támogatni, sőt azon belül is hozhat még, tehát nem is csak ágazatot kell megnevezni, hanem az ágazaton belül is megjelölhet preferált célokat, amit ő szeretne elérni. Ugye ezzel most is élünk, tehát most is például az ültetvények esetében más a támogatás az intenzív ültetvényeknek és más az extenzív ültetvényeknek. Erre a jövőben is lehetőség lesz. De itt szeretném felhívni arra a figyelmet, amiről múltkor is beszéltünk, hogy mindezen támogatások mögé majd valamilyen célt be kell tenni. Valamilyen mutatót, indikátort, hogy mit akarunk ezzel a támogatással elérni. És ugye itt válik ez a játék érdekessé és veszélyessé, hogy ez a cél, amit mögé teszünk, ez egyrészt ne jelentsen túl nagy adminisztratív terhet a termelőnek. Tehát ne legyen az, hogy 25 újabb jelentést kell elkészíteni, mert már azt gondolom, hogy így is elég jelentést kell készíteni a mezőgazdasági termelőknek. Viszont olyan legyen a cél, amit tudunk teljesíteni, mint ország tudunk teljesíteni, mert az azért elég jól előrelátható, hogyha a saját magunk által megfogalmazott indikátorokat nem teljesítjük, akkor azt fogják mondani, hogy ennek a támogatásnak nincs értelme. Ha azt nem érted vele el, amiért adod, akkor ne add ezt a támogatást. Tehát a régi vicc jut eszembe, hogy ugornék én 9 métert, de nem tudok csak 5-öt, és ha megfizetem, akkor sem fogok tudni. Tehát ez mindenre vonatkozik. Igen. Viszont a szerkezet átalakításra meg szükség van. Igen. A szerkezet átalakításra én azt gondolom, hogy azért inkább a vidékfejlesztési támogatások, amik választathatnak. Itt a piaci intézkedéseknél, amit mi fontosnak tartunk, és amivel a bizottság is foglalkozik, az, hogy azt azért látni kell, hogy vannak olyan kockázatok a mezőgazdasági termelésben, amik más ágazatokban nem azt mondom, hogy nincsenek, de sokkal kevésbé jelennek meg, mint nálunk. Azért az időjárás továbbra is kiszámíthatatlan, a piaci folyamatok is jóval kiszámíthatatlanabbak, mint más ágazatokban, és akkor még nem beszéltünk az állategészségügyi problémákról, látjuk azt, hogy egy afrikai sertéspest is micsoda problémákat tud okozni. És igazából itt a kérdés az, hogy a közös agrárpolitikának reagálnia kell ezekre a dolgokra,
foglalkozni kell ezzel, és szükség van-e, hogy be a piaci beavatkozásokat tegyünk. És itt ugye alapvetően egy olyan álláspontot képvisel mindenki, hogy amíg normálisan működik a piac, addig nem. Tehát nem az a cél, hogy egy jól működő piacba beavatkozzunk, de vannak, amikor egy piacon elkezdődnek problémák jelentkezni, akkor eljönnek azok a pontok, ahol szükség van beavatkozásra. Na most, amikor itt olyan kockázatokról van szó, amik előre láthatóak, amik olyan szempontból tervezhetőek, hogy tudjuk, hogy előfordul. Jégeső, aszály, stb. Ezeknek a kockázatoknak a kezelésében magának a mezőgazdasági termelőnek is szerepe van. Magyarországon ezt mi elég jól ismerjük, mert nekünk van a mezőgazdasági kárenyítési rendszerünk, vagy ugye a BECE nevén az MKR, ahogy szoktuk mondani. Ez egy elég kiterjedt rendszer, ami már foglalkozik hosszú évek óta ezzel, hogy erre próbáljon segítséget adni a mezőgazdasági termelőknek. Ez egy öntanuló rendszer. Reménykedünk benne, hogy minden évben jobban fog működni, mint az előző években. De ami fontos, hogy van az a szint, ahol már nem elég az, hogy a termelő oda teszi magát. Tehát vannak olyan krízis helyzetek, annyi előre nem látható óriás krízisek, és itt mondjuk ilyen az állategészségügyi dolgokra gondolok, ahol a mi véleményünk szerint szükség van arra, hogy a közösség is beavatkozzon. Lásd, kerjemarhakor, most sertéspest is, csirkével volt probléma, és itt tovább. Így van, és ezek azért nemzetbiztonsági kérdések is, mert azért itt olyan brutális következmények lehetnek, amik az élelmiszer ellátást is veszélyeztethetik, és ezért azt gondoljuk, hogy van az a pont, ahol már igenis szükség van arra, hogy közösségi szinten történjen meg a beavatkozás. Vidékfejlesztési támogatások. Azt hiszem, hogy megérkeztünk oda, hiszen itt azért nagyon sok minden nem változott, viszont egy dologról kell, hogy beszéljünk, hiszen az imént esett szó a kárenyhítésről, hát egy kár elhárítási rendszer most beindult. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly lépcső, léptek meg. No, tehát akkor környezet és éghajlatvédelem, vagyis az ehhez kapcsolódó kifizetésről beszéljünk. Igen. Maga a vidékfejlesztési támogatásoknak a struktúrája, a kifizetési rendszere az, ami legkevésbé változott ebben a tervezetben. Tehát ott azt gondolom, hogy ott nyugodtan mondhatjuk, hogy a mostani rendszernek szinte a folytonos továbbkövetése, tovább működtetése lesz. Ami nekünk nagyon fontos volt, hogy nagyon sokan támadták a beruházási támogatások esetében, hogy miért adunk vissza nem térítendő támogatásokat. És nagyon sok olyan hang volt az Európai Unióban, aki azt mondta, hogy át kellene térni a visszatérítendő támogatások rendszerére, tehát amikor gyakorlatilag 0%-os kamattal adok pénzt, és 5 év múlva ugyanannyit kell visszafizetni. Ezen közgazdászok biztos nagyon hosszan tudnának lamentálni, hogy melyik a jobb eszköz, melyikkel mit tudunk elősegíteni, de mi úgy ítéltük meg, hogy a magyar mezőgazdaságnak, a magyar mezőgazdaság fejlesztéséhez továbbra is szükség van vissza nem térítendő támogatásokra, és azt szeretném, hogy ez egy pozitívum például a kiadott dokumentumnak, hogy meg lesz erre a lehetőség, tehát 2021 után is lehet vissza nem térítendő támogatásokat adni a beruházási célokra. És akkor, hogy az eredeti kérdésre visszatérjek, környezeti éghajlati célkitűzések. Ugye itt arról van szó, hogy azt előírja a közösség, hogy a vidékfejlesztési támogatások legalább 30%-át ilyen típusú támogatások keretében kell kifizetni. Ez egyébként, ha érthetővé akarjuk tenni, hogy itt miről beszélünk, ez az AKG és az ökotámogatás. Igen. Tehát itt ez azt jelenti, hogy ez a támogatási forma, ez megmarad a jövőben is, 2021-et követően is lesz ilyen, sőt, a bizottság egyébként magában a tervezetben azt mondja, hogy az egyes pillérben is lehetőséget ad arra, hogy a támogatások bizonyos részét ilyen típusú célokhoz kössük. Tehát átfedések vannak. Átfedések vannak. Még mi se értjük pontosan, őszintén megmondom, beszélgetünk a bizottsággal erről, de ha jól értelmezzük, akkor a különbség az az, hogyha kettes pilléres támogatásról, vidékfejlesztési támogatásról beszélünk, akkor 5 éves kötelezettségvállalásról van szó, amikor meg az egyes pilléres közvetlen támogatásról, ott meg csak 1 éves lenne a kötelezettség, tehát csak az adott évre vonatkozna az, hogy a termelő mit vállal. Ennyiben térne el egymástól a két támogatás, de igazából szerintem a termelők ebből nem biztos, hogy feltétlenül olyan sokat érzékelnek, mindenesetre a lényeg, hogy a jövőben is lesz lehetőség arra, hogy AKG és ökotámogatásokat kifizessünk.
Mi a mezőföldön nem is tudjuk, hogy milyen egy olyan területen mezőgazdasági tevékenységet elindítani és abból élni, termelni, ami rendkívül rossz adottságokkal bír. Tehát én azt gondolom, hogy itt aranykoronáról ne is beszéljünk, hogy milyen földek vannak Magyarországon is. Külön kitér a vidékfejlesztési támogatási rendszer a hátrányos helyzetre is. Mennyi a változás ebben? Egyáltalán sikerül-e eredményt elérni? Hiszen itt az egyik oldalon kettősség van. Az egyik oldalon, hogy nyilván több pénzt kap, aki olyan területen gazdálkodik, a másik oldalról pedig azt is meg kell tanulnia, hogy azon a területen mit érdemes. Tehát ezt a kettőséget hogy kezeli ez a rendszer? Én azt mondom, hogy először is nem csak a mezőföld tekintetében, hanem egész Magyarország tekintetében mi azért elég elkényeztetettek vagyunk a termőföld ügyében. Tehát az Európai Unió többi tagállamához viszonyítva a területünknek nagyon nagy része mezőgazdasági tevékenységre alkalmas terület, 62%-a Magyarországnak, ami a legmagasabb aránya 28 Európai Uniós tagországból, és elég jó minőségűek általános értelembe véve a magyarországi termőterületek. Az a támogatási lehetőség, amit itt megfogalmaznak a második pillanatban, hogy ez adható lesz, ez igazából nem jól alkalmazható Magyarországon. Olyan kritériumokat írnak elő, hogy kik kaphatják meg a támogatások, amik alapján megnéztük, hogy Magyarországon kiknek lehetne ezeket a támogatásokat, milyen területeken lehetne ezeket a támogatásokat kifizetni, és ezek nem azok a területek lennének, amik mondjuk az aranykorona érték alapján a legalacsonyabb értékkel bíró területek. A mi rendszerünkben nem a leghátrányosabb helyzetű területeken tudnánk ezt a támogatást megadni, ezért most se fizetünk nagyon ilyen támogatást, és a jövőben se, amennyire én tudom, a jövőben sem igazán van tervbevéve, hogy ilyen alapon mi különösebben nagy összegeket kifizetnénk a mezőgazdasági termelőkkel. A második pillér is foglalkozik a fiatal mezőgazdasági termelőkkel. Azt gondolom, hogy ez egy kiegészítő, hiszen itt ez is egy, hogy legfeljebb 100 000 euró egyösszegű általánytámogatásról beszél. Igen, hát ugye itt az elvi lehetőségét annak, ami most azt hiszem 70 000 euró, egyébként a konkrét magyarországi meghordított jogcímben 40 000 euró, elvileg 70 000 euróig lehetne fölvinni, ezt még tovább emelik 100 000 euróig. Majd nyilván erről itt a következő tervezési időszakban, 21-ben komoly viták fognak folyni, hogy ennek a fiatal gazdák kezdő támogatásának mennyi értelme van, hogyan kell kifizetni ezeket. Én azt gondolom, hogy azért a 40 év alatti gazdálkodók szempontjából az sokkal nagyobb dolog, hogy ők hektáronként előreláthatólag jóval magasabb támogatási összeget fognak kapni, mint a nem 40 év alatti gazdálkodók. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, hogy ugyanazt csinálom én 100 hektáron, meg egy 30 éves, mondjuk fiatalasszony, és ő mégis jóval több támogatást kap, mint én. Ezzel próbáljuk elősegíteni azt, hogy minél több fiatal érezze úgy, hogy neki helye van a mezőgazdaságban. Tehát a családi gazdálkodásoknak nagyon fontos szerepe van. Én azt gondolom, hogy a tanácsadási rendszer is ideillik, hiszen ami a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jóvoltából Fejér megyében, én Fejér megyéről tudok bővebben beszélni nyilván, azt hiszem, hogy ez remekül működik. Szánnak-e pénzt arra, hogy ezt tovább fejlődjék? Igen, abszolút. És tehát mi egyébként magunktól is rendkívül fontosnak érezzük ezt a területet. Nyilván akik nálunk dolgoznak a kamarában, azok mind elhivatottak és hisznek is abba, hogy a tudás fejlesztése az a modern mezőgazdaságnak az elengedhetetlen alapja. De azt kell, hogy mondanom, hogyha még nem ilyen emberek dolgoznának nálunk, akkor se tudnánk kitérni ezzel a kérdés elől, mert egyébként pont ez a tervezet tartalmazza azt is, hogy 2021-től minden európai tagországnak, ahol a közös agrárpolitika működik, készítenie kell egy tervet, ami arról szól, hogy ezeket a tudástranszfereket, ezeket hogyan valósítja meg, hogyan próbálja a mezőgazdasági termelőt képezni. Azt látni kell, hogy egy nagyon komolyan változó világban élünk. A mezőgazdasági termelés a következő évtizedekben nagyon erősen meg fog változni. Olyan új technológiák, módszerek, megoldások jelennek meg, amik alapvető változásokat fognak hozni a szántóföldi növénytermesztésben, kertészetben, állattenyésztésben is. Ha
mi ezekre nem tudunk odafigyelni, ha nem tudjuk fölkészíteni a termelőinket erre, ha nem tudjuk megmutatni a termelőknek, hogy mi ez az irány, mire kell odafigyelniük, akkor le fogunk maradni. Mi a kamarában ezért próbálunk meg ilyen típusú rendezvényeket, ilyen típusú információs eseményeket rendezni, hogy megmutassuk a termelőknek azt, hogy mi is az, ami a várható, hogyan is, milyen irányba történnek ezek a változások, mik azok a legújabb tendenciák, amik bejönnek és meghatározzák a következő évek. De én azt gondolom, hogy itt most 10 évre senki nem lát előre, mert annyira új dolgok jelennek meg, hogy egészen komolyan átalakulhatnak bizonyos ágazatok. Mi a gazdálkodás, ez legyen egy családi gazdálkodás, de itt ebben az értelemben is arról szól, hogy vannak különböző tárcák, egyik borítékban ennyi, másikban ennyi, átcsoportosítani lehet, viszont, tehát átfedés van, viszont lehet-e átcsoportosítani? A pillérek között? A pillérek között. Igen, abszolút lehetőséget ad erre a leírt tervezet. Ugye egyrészt be is lehet kívülről avatkozni, és azt lehet mondani, hogy az egyik pillérből én konkrétan átteszek összeget a másikba, azt mondom, hogy nekem fontosabb, hogy én többet szeretnék fejlesztési támogatásokra költeni, ezért csökkentem a területalapú támogatást, és azt a pénzt átteszem a fejlesztésibe, vagy ugyanez fordítva, hogy én nekem azért az a fontos, hogy a területalapú ki legyen fizetve, ezért oda teszek pénzt, meg a nagyüzemeknek től elvont támogatási összegre is azt írja a tervezet, hogy azt is, azzal is lehet játszani, és azt is például be lehet tenni a második pillérbe, és ott felhasználni fejlesztési célokra. No, én azt gondolom, hogy ha kivonatosan is, de sikerült megismertetnünk a gazdákat ezzel a közös agrárpolitika várható kereteivel, mégpedig azért fontos ez, mert én azt hiszem, hogy a következő esztendők nagyon fajsúlyosak abból a szempontból is, hogy hát elválik az olcsó búzától. Most aztán szinte bizonyos, hiszen egy felgyorsult világban számtalan gonddal küszködő Európának meg kell mutatnia, hogy a mezőgazdasága azért él és működik. Igen. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Még végezetül egy dolgot, gondolatot szeretnénk csak még mondani, hogy én mindenkinek azt szeretném jelenni, hogy idén ősszel azért érdemes már odafigyelni. Mert amikor itt már látni fogjuk, hogy a jogszabálynak a szövege hogyan fog szólni, látni fogjuk körülbelül, hogy mi lesz a végleges jogszabály szöveg, akkor én azt gondolom, hogy bizonyos mezőgazdasági termékeknek lehet, hogy már 2019-ben meg kell hozniuk olyan döntéseket, amik hatással lesznek arra, hogy ő 2021 után hogyan kap támogatást. Tehát én azt ajánlom minden termékeknek, hogy tartsa rajta a szemét ezeken. Jó gazda módjára. Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra, minden jót kívánok!